akkor folytassuk ezt a mai találkozónkat az év utolsó napján. Mi másra folytathatnánk, hogy mindenki tudjon egy néhány gondolatot elmondani abban kapcsolatban, mit foglalkoztatja meg, ami vele történik, mert azok fontos dolgok. És hát ennek egy ilyen oka, András, tudod nekem, hogy szeretnék mindenkit ide kiültetni, akinek van kedve elmondani egy-két olyan gondolatát, vagy olyan véleményét, vagy esetleg, ami másoknak is nagyon-nagyon sokat fog hozni, illetve tud nagyon sok olyan dolgot majd mutatni, támpontot, felismeréseket, amiből nem csak hogy tanulni lehet, hanem okulni. Jó? És ennek a kapcsán most egy újabb beszélgetés lesz, amelynek a lényege, egy olyan típust szeretnénk mindenki számára megmutatni, amely típus szerintem nagyon jelen van a közösségekben, tehát a mindennapi életben, csak ennek szerte ágazó különböző minősége van, tehát valaki nagyon-nagyon abban van, van, aki pedig hát időnként csúszik bele. Valamilyen szinten ebbe szeretnék egy kis segítséget adni, és kérlek, hogy mondd el, neved el egy. Jó, tehát Tabányi Zsuzsinak hívnak. Nagymama korú hölgy lennék. 2015-ig voltam egy tartós kapcsolatban, amúgy 40 éven keresztül mindig volt párom, tehát nem voltam így egyedül. 2015-ben elmentem Angliába dolgozni, megszakadt a párkapcsolatom, és úgy gondoltam, hogy még azért nem kizárt, hogy esetleg találok idővel párt. 2 év után elkezdtem interneten ismerkedni, de ez elég hamar bebizonyosodott, hogy zsákutca. 2 kapcsolatom volt, de körülbelül 1,5 évig tartott mind a 2. És akkor úgy döntöttem, hogy ez most így úgy tűnik, hogy akkor nem fontos feltehetően, hiszen a hölgytársaimat, akik hasonló cipőben jártak, valamilyen módon egyedül maradtak, megözvegyültek, vagy váltak. Mindenkit arra biztattam, hogy éljék meg a szingli létet, és annak az összes örömét, amilyen jól csak lehet. És ugye minden, amit határozottan kijelentünk, azt föntről számon kérik tőlünk. Tehát, hogy én úgy gondoltam, hogy nekem már ezzel a dologgal, hogy ismerkedés nincsen már feltehetően ebben az életben dolgom, illetve azért ne hazudjunk ennyire magunknak. Arra gondoltam, ha ott lesz az úriember az utamon, akkor az feltehetően nem interneten fog oda kerülni, hanem valamilyen közös érdeklődés kapcsán, vagy bármilyen más módon. 2019. szeptemberében elmentem egy szakrális útra, a gyerekkori barátnőm Anna elhívott, és hát azért úgy nézegeti az ember a felhozatat, de úgy nem... Nem nagyon láttam így, hogy is mondjam, alkalmas partnert, de aztán valahogy mégis úgy alakult, hogy az, akit én úgy ítéltem meg, hogy na ez a nagy hasú, hát ez biztos, hogy nem. Ő kezdett el legyeskedni körülöttem. Ilyen egész érdekes, úgymond közös érdeklődés adódott, mert Törökországban voltunk, ahol ugye nem lehet alkoholt csak úgy a közértben kapni, és akkor így a hotel lobbiban esténként elkezdtünk együtt sörözgetni, beszélgetni. És úgy, ahogy, hát jó, tegyük félre a külsőségeket, nagy hasú, de azért egy helyes arcú srác, kedves, mindig hozza a sört. És úgy... Nem kell menni hozzá.
Ez volt az első közös érdeklődés. Elnézést, tényleg nem vagyok alkoholista, még olyan nagyon nagy szörívó sem, de hát ez valahogy így alakult. És elkezdődött egy ilyen ismerkedés. Nem vagyok egy ilyen nagyon gyors típus, meg amúgy sem vagyok híve annak, hogy mondjuk nagyon hamar az intimitást így összehozni. Tényleg így elkezdtünk nagyon szépen jó ritmusban ismerkedni. És úgy tűnt akkor, hogy ó, hát itt rengeteg közös érdeklődés van, aminek a mentén ezt azért el lehet mélyíteni, ezt a kapcsolatot. Ez két hetes út volt, hazajöttünk, és akkor ez így folytatódott. Moziba, színházba mentünk, kirándulni mentünk a Pilisbe, tehát amikor megkérdeztem, hogy és mégis milyen feltételeknek kellene annak a hölgynek, mi az elképzelésed? És így nagyon tetszett a válasz, hogy hát minimum túracipője legyen. Úgyhogy van túracipőm. És hát ez a srác, ez vidéken egyébként egy bő tízessel fiatalabb, mint említettem, nagymama vagyok, már akkor is nagymama voltam, egy bő tízessel fiatalabb a srác, de így mondogattam is neki, hiszen ő így aglegény volt, nincsen gyereke, hogy nem gondolod, hogy esetleg még mielőtt ezt jobban elmélyítenénk, hogy neked nem az a dolgod, hogy esetleg korban hozzád illő hölgyel ismerkedj, és még gyereked, családod legyen. Nem, hát azt ő hadd dönts el, hogy ő képzeli, de ő, hogy ő ezt nagyon komolyan gondolja, és hogy ő szeretne engem közelebbről megismerni. És amit most már így utólag tudok, hogy narcisztikus, és hogy így lehullott róla a lepel, ezek a sörvásárláson kívül, ezek a túlzó gesztusok voltak. Tehát, hogy amikor jött hozzám, akkor hihetetlen mennyiségű, indokolatlan ajándékot hozott. Amúgy ezt az egészet engem arra késztetett, hogy itt veletek megosszam. Mondjuk azt, hogy ez egy 5 hónap alatt lezajló történet volt. Az, hogy a napokban láttam egy dokumentumfilmet, A kegyvesztett sebész, nem tudom, hogy valaki látta-e közületek. Ez egy Paolo Macchiarini nevű sebész, orvos, aki a Karolinska intézetben volt kutató orvos, és ő is így 2010-es évek elején berobbant a tudományos életbe azzal, hogy egy műanyag légcsövet épített a pácienseibe, és azzal fogadtatta el, hogy ez működni fog, mint egy rendes emberi szerv, hogy úgymond őssejtekbe áztatta, és akkor olyan tulajdonságokat vesz fel a műanyag cső, hogy ez egy működőképes alkatrészünk lesz. És azt kell, hogy mondjam, hogy ő egy igazán magas szintű narcisztikus. És igaz, hogy az én történetem 4 éves, ezzel nekem nagyon nehéz volt megbirkóznom, hogy lehettem ilyen buta, hogy bekajoltam a srácnak a gesztusait, amikor azért, még egyszer mondom, jó, akkor még nem, de most már bőven, de már akkor is 60 éveimben voltam. Na, mindegy is. És igazából, amikor megnéztem ezt a dokumentumfilmet, akkor kristályosodott ki bennem, hogy igazából ez a narcisztikus személyiség, hogy micsoda egy veszélyes és elterjedt jelenség, hogy ha ez a 6 nyelven beszélő, hiperintelligens sebész orvos a tudományos világot megetette, és 9 műtétből 8 páciense, akinek beültette ezt a szervet, meghalt.
és hogy 8 embernek, és ez csak az, amit tudunk, a publikált, hogy igazából akkor, mert nagyon sokáig így önostoroztam magam, hogy hát ember, elment a józan eszed, hogy voltak jelek, hogy miért kellett, hát igazából itt jönnek ugye képbe, ami minket nagyon tévutakra tud vinni, a vágy és a félelem. És akkor itt gyakorlatilag jött egy önlelepleződés, hogy mi van, hol is van az a boldog szingli lét, miért kellett neked ez a szituáció, hogy bekajoltad ezt az udvarlást, vagy ezt a közeledést. Tehát ezt csak így most így zárójelbe, hogy tényleg ez egy jelenség, ez egy valós jelenség, és amire én mindig mindenkit bármilyen életkorban figyelmeztetek, bármilyen kapcsolatban, csak nagyon figyelmesen érdemes belemenni. Tehát visszatérve az én történetemre, az úriember jött, töretlenül udvarolt, és hát ugye voltak jelek azon a bizonyos társas úton, ott egy hölgy, egy nálam lényegesen fiatalabb kis nő, utólag megtudtuk, hogy azért jött el a társas útra, mert a fickónak a közelébe akart lenni, mert őt is már úgymond becserkészte, és még egyszer mondom, hogy ezek a gesztusok, mint a dokumentumfilmből is kiderült, ott is egy újságírónő esett a sebészorvos áldozatának, de ami nagyon analóg a két szituációban, hogy az orvos is ilyen természetellenes gesztusokkal halmozta el a hölgyet. Elkezdve az ajándékoknak ugye az értéke, a rózsaszirommal szóljuk föl a hotelszobát és hasonló őrületek, vagyis külsőségek, ugye? Tehát, hogy nagyon könnyű eszközök ezek, hogyha jobban belegondolunk. És hát a srác is jött értem kocsival, vidéken lakott, 100 kilométeres távolságban, mondtam, nem érdekes, én leutazok vonattal, nem. Tehát, hogy ő neki minden eszközt megragadott, hogy én az én életemben ő magát nélkülözhetetlenné tegye. Akkor vannak unokáim, elmentünk karácsonykor, hát ez pont 4 éve zajlott, elmentünk az unokáimhoz, az unokáimnak ajándékot vett. És hát szóval nagyon azt mondom, hogy a barátaimnak a bizalmába is férkőzött, és ennek is megtalálta a módját, egy okos, és ezekben a témákban, ami ez a spirituális útkeresés, amiben én is mondjuk valamelyest érintett vagyok, ugye, mint a Matrixban is, hogy bevette az ember a kapszulát, onnan már nincs visszaút. Tehát azért látom, hogy itt nagyon sokan közöletek elmélyedtek. Jó, mindegy, mindenki máshol tart a fejlődésében, oké? Én is ott tartok, ahol tartok. És én külföldön dolgozom, Angliába járok ki, idősgondozó vagyok, bentlakásos idősgondozó. És a egyik kliensemnél voltam, amikor hát eljött ugye a szilveszter, és én nagyon vártam, hogy amúgy az akkori kliensem az úgy tudta, hogy férnél vagyok. És akkor én már úgy elképzeltem, hogy tényleg ez most ez olyan, mintha én férnél lennék, és az én férjem engem fel fog hívni éjfélkor. És nemhogy nem hívott föl, mert kérdezte is a Roger, a kliensem, hogy nem mész fel a szobádba, Zsuzsi, mindjárt fog hívni a férjed. Hát felmentem a szobámba, de szokott a kliensem lentről hallgatózni. És hát a férjem nem hívott fel, sőt, mi több, eltűnt. És hát ez itt indult el ez a, mondjuk azt, hogy ez a lejtmenet, ez a lejtő, hogy
hogy egyre érdekesebben nem hívott föl, elsőjén valamikor délután jelentkezett, de messenger üzenetben, hogy jaj, ne haragudjak, nagyon rosszul volt, ő fölment éjszaka a hegyre, ott szilveszterezett, olyan átlátszó volt, és egyébként is tényleg a női megérzések azok nem szoktak csalni, tehát hogy tudtam már, hogy ez a hajó, ez így valahogy már elment. Igazából volt még egy jel, azon kívül, hát elég markáns jel volt, így utólag most már látnom kell, de ott még amikor szeptemberben ismerkedtünk, azon kívül, hogy a kis ifjú hölgy ott lebzelt körülötte, elmesélte, hogy őt itthon várja egy egyetemista lány, akivel ő itthon járt, de hát nem olyan biztos ebben a kapcsolatban, és azt beszélték meg, hogy majd ha hazajön, megmondja a srácnak, hogy megmondja majd a egyetemista lánynak, hogy folytatják-e a kapcsolatot, vagy akkor vége van. És amikor ugye mi kapcsolódtunk egymáshoz, tudtam, hogy találkozik a kis nővel, és nem mondom, mi volt, hogy közölted vele. Mondta, hogy meghívtam őt vacsorázni, és a vacsora közben megmondtam neki, hogy hát akkor ne folytassuk. És hát én úgy elgondoltam, hogy Istenem, hogy milyen megalázó már, hogy meghívnak vacsorázni, és akkor ott hasba akasztanak, hogy itt a vége, fuss el véle. És amikor én így leesett a tantusz, hogy gyakorlatilag feltehetően ez fog jönni. Igazából sosem tisztázódott, hogy mi jött volna, mert ő akart velem találkozni, de én úgy voltam vele, hogy annyira több szinten gellert kapott a kapcsolat, hogy én nem akarok ilyen szituációba kerülni, hogy egy vacsoránál akasszanak hasba, egy vacsoránál tudjam meg, hogy ennyi volt, bébi. És ez nem olyan nagyon jó, hogy ez nem lett kitisztázva, de én úgy érzem, hogy így tudtam megőrizni a méltóságomat. Annyit írtam neki, hogy figyelj, semmi nem tart örökké, tehát minden addig tart, ameddig tart. Kár, hogy így hozta a tudomásomra. És ahhoz képest, hogy ez egy 5 hónapos történet volt, én eléggé komolyan sérültem ebben a dologban, vagy hagytam magam sérülni. Talán a méltóságom annyira nem sérült, és hát csak annyi ebből a tanulság, hogy aki érintett ebben, esetleg még narcisztikusan elkezdi lehető. Igen, de... Miért volt a narcisztikus doktor az ember? Példádon keresztül mire hívott fel a figyelmet? Miért veszélyes egy narcisztikussal lenni? Ugye ő gyakorlatilag... Az ő célja elérése érdekében, tehát hogy ő használja a másikat, és amíg te... Tehát például az én esetemben én magamból indultam ki, hogy halálosan beleestem. Ő tüzön-vízen keresztül gázol, és őt abszolút nem érdeklik az érzelmek, a másik ember érzelmei. Bármikor kérhetesz. Abszolút. Eszköz. Mint ahogy ez a sebészorvos is. És nem olyan okoskodó mindegyik? Vagy ők tudják a legjobban? Okoskodó, igen, de és hát persze minden szituációban nagyon... Bár ő egy elég látens narcisztikus volt, tehát nagyon nehezen derült ki, mert egy szerény, visszahúzódó embernek mutatta magát ott a csoportban is. És akkor mikor jöttél rá? Még egyszer. Hogy átver valakivel, attól még nem biztos, hogy narcisztikus, inkább kalandor. Az lehet egy kalandor, nem feltétlenül lehet narcisztikus. Azzal, hogyan bánt a kis nővel, aki ott volt, a fiatal kisnővel a csoportban, és sajnos, hogy még ezt sem akartam észrevenni, utána még volt szituáció, hogy ő elment egy közösségbe, ahol egyébként egy atya tartott előadást,
és még nevetve mesélte el nekem, hogy az egyik hölgynek a csoportból vitt virágot, de annak a kisnőnek nem, és hogy lesápadt a kisnő, tehát hogy még gyakorlatilag még így ki is nevette a lányt. Kibeszéli az embereket. Igen, igen. És általában igen negatívan kigúnyolja, meg kibeszélni. Igen, igen. Ez nem jó, hogy tulajdonság. De sok ember van ám. Nem, igazából sajnos igen. Sajnos igen, lehet, hogy még túlzottan. Sok ember van, hogy ki beszél. Hanem a narcisztikusoknak az a legjellegzetesebb tulajdonságuk, hogy behizelgik magukat, megnézik azt, aki szemelt. Mi most mindegyik férfiról, nőről, akármilyen korosztályról beszélünk, hogy van egy típus fajtájuk. Mégpedig az, hogy megnézik, hogy ki az, aki nem kap elég szeretetet, és pont azt veszik célba. Mert lehet, hogy elhatároztak, hogy hú, te most milyen jó szívű vagy, és akkor milyen jól éled az életedet. Én évek óta foglalkozom ezzel a témával, mert ugye én dolgoztam műsorvezetőként is, és nagyon sok témát felkutattam, és az az egyik. És ők azt nézik meg, hogyha te mondjuk látod, hogy kiegyensúlyozott vagy, és boldog, és független, pont azt az oldalokat mutatják, amit te próbálsz magadnál leplezni, és ők azzal tudnak téged magukhoz vonzani, akaratod ellenére, mint a mágnes. Szóról-szóra. Így van. Azért mondom, hogy én évekig vizsgálgattam ezeket a típusokat, hogy ezek hogy működnek. Mindegyik számító típus. Így van. Mindegyik és az a lényeg, számító. Hogy minél mélyebb sebet kedvesebbnek látszik, de annál nagyobb sebet el. A lánynak is okozott. Hogy nem számít az, hogy te mit érzel, hogy mellette van még egy második, vagy egy harmadik, és a középsőnek kedvez. Az a lényeg, hogy téged csak úgy talomba tart, őt meg végképp a sárga földig lealázza. Hogy ő tudja irányítani a számot. De mindig az előzőt alázza. De azt mindig meg kell tanulni a nő, hogy a mágnes. Mágnes a nő, vonzó. És ezt ki is használják. Úgyhogy ez lett volna az egyik téma, és aztán, hogy én mennyire éreztem, vagyis őriztem meg a méltóságomat, avagy sem, szinte lényegtelen is. Aki viszont nagyon őrzi a méltóságát, és ezt is nagyon szeretném, hogyha hallanátok, hogy jelenleg egy 100 éves bácsi a kliensem, akihez kijárok, és én nem azt mondom, hogy legfürgébb korszakát éli, mert sajnos már a hurikán gépben nem tudott, ez egy vadászgép, amit ő annak idején repült, pilóta volt, és igazából sokszor elgondolkodom, hogy szükségem van-e még erre a munkára, amit az angliai kiruccanásaim jelentenek, de ettől a bácsitól én nagyon sokat tanultam. És a legnagyobb tanítás az, hogy érdemes megöregedni. Nagyon sok szeretett kapcsolata van, jó természetű, jó ember. Tehát ő egyáltalán nem spirituális, angolok között is van azért, aki spiri, de ő egyáltalán nem az, de viszont nagyon jó szándékú, jó ember. És biztos hallottatok, a Harvardon volt az a tanulmány, amikor az 1920-as években elkezdtek x100 tanulót megfigyelni, és nem csak tanulót, hanem Boston nyomornegyedéből is emeltek ki hasonló korú embereket, és ez egy nagyon átfogó tanulmány volt, ami valamikor 10-20 évvel ezelőtt csengett le, és meginterjúvolták az alanyokat, hogy mi a boldogság és a hosszú élet titka. És a végkicsengése az volt a tanulmánynak, hogy szinte lényegtelen volt az egzisztenciád, a pénzed, a szeretet kapcsolataid, azok voltak a boldog emberek és a hosszú életűek, akinek minél több szeretet kapcsolata volt, és olyan minőségű kapcsolata. És erre az én
én kliensem egy élő példa. Úgyhogy ennyit szerettem volna megosztani veletek. Akkor most már óvatosabb vagy, nem? Most nem vagyok óvatos, mert nincs miért, de nem baj. De mindennek van tanulsága. Abszolút, mindennek abszolút. Van tanulsága. Köszönöm.